Köszöntöm nézőinket, ez itt újra a Mozaik, a napi színes. Mai műsorunkban előbb kiderítjük, hogy hogyan lehet különbséget tenni vita és perpatvar között. Ezután utazunk, mégpedig a könyvek világába. Majd elmerülünk a fegyver nélküli harcművészetben is, végül pedig tovább folytatjuk utunkat, ezúttal a virtuális valóság korlátlan dimenzióiba. Izgalmas percek következnek, ha tehetik, ne maradjanak le róla. Gyakran tapasztaljuk, hogy a vita és a veszekedés nagyon sok ember számára ugyanazt jelenti. A két fogalom azonban merőben különbözik egymástól, hiszen míg a vita józan érvek ütköztetése, addig a veszekedés már indulatoktól fűtött haragos kötekedés, jó kis perpatvar. Nem mondok újat azzal, hogy ez utóbbi, azaz a veszekedés, perlekedés áll hozzánk nagyon közel, és ezen próbál egy kicsit változtatni a magyar ifjúsági értekezlet. Az ifjúsági szervezet Erdélyi Perpatvar címen rendezi meg idén is a nyilvános beszédek fejlesztésére, valamint a vitakultúrát és a személyeskedés nélküli érvelés cizelláló eseményét. A további részletekről Tornai Szilárdot, a Magyar Ifjúsági Értekezlet alelnökét kérdezem, szeretettel köszöntelek, és csapjunk is szerintem a közepébe a dolgoknak, ugye a népszerű vitadöntőt immár harmadik alkalommal szervezitek meg, és Erdély bármely pontjáról jelentkezhettek középiskolások, többnyire csapatban. Az lenne az első kérdés, hogy miért van szükség hasonló eseményekre? Szia, én is nagy szeretettel köszöntelek téged is, és a nézőket is. Hát elsősorban ez idén már a harmadik évfolyama ennek a Miért Erdélyi Perpatvarnak, az úgynevezett vitaklubnak és vitaversenynek is, mert hogy nem csak megtanulunk vitázni, hanem versenyzünk is, és versenyeznek azok a középiskolás csapatok, akik részt vesznek ebbe a programba. Hogy miért van szükség erre a kezdeményezésre, az mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt évek tapasztalatai, valamint az, hogy minden évben közel 100 olyan középiskolás fiatal kerül be ebbe a programba, és tanul meg akadémiai vitázni, vagy akár különböző témákban fejleszteni készségeket, akik nyitottak a világra, és akik úgy érzik, hogy valamivel többet szeretnének tanulni, tudni, sőt nem is beszélve arról, hogy ezeket a készségeket, amikről beszélünk, ezeket még számtalan területen, számtalan helyen fel lehet használni az élet több területén. Miből fog állni a vita elsajátítási képzés, vagyis folyamat? Mindenképp azt is szeretnénk ezzel a programmal elérni, hogy olyan fiatalok is részt tudjanak venni, akik még akár soha nem vettek részt hasonló programba, így akadémiai vitakészség fejlesztésre kerül sor elsősorban, de ez magába foglalja a logikai érvelést, a nyilvános beszédet, és egy sor olyan témát, ami ahhoz szükséges, hogy egy-egy megosztó és izgalmas témáról tudjunk vitázni. Vita oktató és a program koordinátora is vagy egyben, úgyhogy kérlek, mondd el, hogy kiknek ajánlod, és mi az, amit leginkább elsajátíthatnak a vitázásnak a keretében a fiatalok? Én azt szeretem ebben az egész vitában és egy akadémiai vitában úgy összességében, hogy talán arra reflektál és azt tanítja meg leginkább a fiataloknak, hogy minden egyes téma, minden egyes megosztó téma, most gondolhatunk akár a feminizmustól kezdve bármilyen olyan témára, ami közéleti és nagyon megosztó, hogy ha van is egy álláspontunk, van egy saját véleményünk, egy vita vagy egy ilyen akadémiai vita után képesek leszünk megérteni a másik felet is, a másik álláspontját is, és talán az elmúlt évek tapasztalatai és a fiatalokkal való beszélgetés is az bizonyítja, hogy nyitottabbá és befogadóbbá tesz egy ilyen vita. Úgyhogy én mindenképp azoknak a fiataloknak ajánlom, akik szeretnek vagy szeretnének kimozdulni a komfortzónából, és akik szeretnék, hogy akár a nyilvános beszédben, akár különböző megosztó témákban tudjanak tanulni. Melyek a hosszú távú céljaitok ezeknek a vita alkalmaknak a megszervezésével? Hát mindenképp az a cél, hogy, és ez nem titkolt cél, hogy Erdélyt és az erdélyi magyarságot felrakjuk a nemzetközi vitaversenyek és vitakultúra térképére. Hála van egy partnerünk is, az MCC Vita Akadémia, aki tud ebben segíteni, és aki évről évre partnere ennek a programnak. Úgyhogy a cél az mindenképp az, hogy minél több olyan tehetséges fiatalt tudjunk képezni, és minél több olyan fiatallal legyünk kapcsolatban, akik Erdélyt és az erdélyi magyarságot tudják, miért ne akár
akár egy nemzetközi, egy amerikai vitaversenyen képviselni. Ha már vitaverseny és nemzetközi szint, akkor már Magyarországra is igencsak sok lehetőség van, és oda is mindenképp igyekszünk a nyertes fiatalokat segíteni, hogy minél inkább ki tudjanak jutni. Na hát ezek nagyszerű célkitűzések, és tényleg fontos, hogy észszerű vitákra kerüljön sor. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon jó, hogy megszervezitek idén is. Én is köszönöm, minden jót!